Hungarikum és táncházás, faültetés, országos molnárnapok, ünnepi hangverseny. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. október 28-án 18 óra 5 perckor. Schwarzheide német és Krosno lengyel testvérvárosaiból érkezett fiatalok részvételével nemzetközi ifjúsági sporttalálkozó zajlott nemrégiben. A találkozó egyik estéjén Hungarikum és Táncház estel kedveskedtek a résztvevő fiataloknak. A Hungarikum és Táncház esnek az Akácliget fürdő rendezvényterme szolgált helyszínéül. A vacsora a karcagi Hungarikum birkapörkölt volt, a jellegzetes karcagi Ferdinánddal, majd karcagi fiatal néptáncosok bevonásával a német és lengyel gyermekek egy táncházban vettek részt, oroszné Millinkoffer Rita táncpedagógus vezetésével. Másnap a Hortobágyjal ismerkednek a vendégek, akik hétfőn indultak haza. Jövőre Schwarzheide lesz a nemzetközi ifjúsági sporttalálkozó helyszíne. Szepesi Tibor polgármester úrral beszélgettünk a főtéren, ahol éppen faültetés zajlott. Egy pályázaton vesz részt az önkormányzat, ahol több támogató biztosítja azt a fa mennyiséget, amelyet most el fognak ültetni a város több pontján. A pályázatot a MOL Új Európa Alapítvány, az Agrárminisztérium, az Országos Erdészeti Egyesület, illetve a megyejogú városok szövetsége írt, aki minden olyan 10 000 fő fölötti települések számára, akik vállalják azt, hogy bizonyos feltételek mellett elültetik, és természetesen ápolják, gondozzák ezeket a csemetéket a továbbiakban is. Ugye 70 darab csemetéről beszélünk, ahogy mondtam, és a város több pontján kerül elültetésre, hiszen folyamatosan figyelünk arra, hogy az előregedett fákat cseréljük, azokat a fákat, amelyek balesetveszélyesek, a közlekedést gátolják, a közvilágítást gátolják, azok új, friss csemetékre legyenek cserélve, és ennek apropóján pályáztunk mi is erre a lehetőségre, így kaptunk 70 csemetét. Ennél jóval több célja van magának a pályázatnak, illetve a kiírók szándéka is az volt, ugye a környezet és klímavédelem, ami a legfontosabb, hiszen a levegő tisztasága az ugye mindannyiunk közös érdeke. Ennek apropóján ugye pályázunk más lehetőségekre is, így indult el a Hungary Life program is, amelyen részt vesz városunk. Tehát minden olyan lehetőséget, amely a növényvédelemmel, a klímavédelemmel, a környezetvédelemmel kapcsolatos, azt én azt gondolom, hogy kutya kötelességünk megtenni, nekünk is, mint önkormányzatnak, és én azt gondolom, hogy magánszemélyeknek is. Oltott gömb szivarfa természetesen maga a magassága, illetve a lombkorona szélessége lehetővé teszi, hogy könnyen kezelhetőek és nem akadályozzák sem a világítást, sem pedig a közlekedést, mondta a polgármester. A pályázatnak azonban sokkal több célja van, mint a faültetés. Berekfürdőben tartották az országos molnárnapokat. Hogyan is került ez a rendezvény Karcagra és a Berekfürdőbe? Erről Sebők Tibort, a Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesület szakosztályának titkárát kérdeztük. Délelőtt szakmai konferencia van Berekfürdőn, majd Karcagra látogatnak, és megnézik a malomipari emlékeket. Minden évben, 91 óta folyamatosan megrendezzük ezt az országos molnárnapok rendezvényt, előadásokkal, kiállításokkal, kultúrtörténeti látogatásokkal, illetve társas összejövetellel, barátkozással, ismerkedéssel, ismerkedés felújításával. A rendezvény igazi értéke az, hogy össze tudjuk tartani az ország malomipari szakembereit, molnárokat, malomvezetőket és most már malomtulajdonosokat. És a rendezvénynek a jelentősége az, hogy új üzemeket, megújuló üzemeket, illetőleg valamilyen műszaki újdonságot, vagy szervezés újdonságot tudunk bemutatni, és így a kollégáink el tudnak jutni ezekre a helyekre, mégpedig szakszerű felvezetés, előadás mellett.
Nagyon fontos, és nagyon tiszteljük Karcag városát, hogy ezt a hagyományt erősíti. Mi jó kollégánk volt Kovács Pál, néhány Kovács Pál műszaki vezető kollega ebben a villanymalomtelepen, aki megírta azt a kis híres könyvét, kiadványát, a 60 malom városát. Hát tudjuk, hogy itt még a mi időnkben hatékonyan működött a hántolómalom, a villanymalom, illetve a filaxiának a kukoricamalma a város határában. Ezek a malmok, mind a három gyakorlatilag megszüntette a tevékenységét, nyomai vannak, de reméljük, hogy úgy, mint a hántolómalom felé lett, és kukoricamalommá szervezte át a új tulajdonos, a villanymalom a hatalmas silótelepével együtt, az is új életre kell, és akkor gondoljuk, hogy Karcag továbbra is a malmok városa marad az országban. Még annyi megjegyzést tennék hozzá, hogy Karcag városának köszönhetjük azt is, nem is a városnak, hanem az akkor itt működő malomipari vállalatnak, hogy 91-ben az első ilyen jellegű Molnár napokat itt tudtuk megrendezni. A Molnár szakma már a szakember szerint teljesen átalakult. Ahogy az új malmok, tehát igazán új malmok megjelentek, a termelő létszám rendkívül lecsökkent. Ez a műszaki felügyelet modernizálása miatt is, illetőleg a késztermékek forgalmazása, kiszerelése, zacskózása, zsákolása, mozgatása tekintetében. Ma egy malomban alig van ember, sőt, Magyarországon is tudunk működtetni úgy malmot, hogy ember nélkül egy műszakban vagy teljesen. Ismertek az ilyen malmok. Az igazi dolog az, hogy ebből a területről más területre mentek át a létszám, mégpedig a minőségügy területére, tehát a gabonák vizsgálatára, mégpedig nemzetközi szintű vizsgálatára, illetve a késztermékeknek a minősítésére, és ami új terület jelent meg a korábbi állami malomiparhoz képest, hogy a gabona beszerzése és a gabona termékeknek az értékesítése az szinte az üzem mindennapos feladatává vált. Tehát nem egy rutinszerű termékpálya van a bemeneti és a kimeneti oldaltól. A résztvevőket Szepesi Tibor Karcag polgármestere is köszöntötte, majd szólt nagyapjáról, a malom egykori főmolnáráról, Bítót Elekről és a vele a malomban töltött évekről is. Közel 60 malom működött valamikor Karcagon, óriási malomipari tevékenység folyt, szélmalmok működtek, darálók működtek, ugye működött a Európa legnagyobb lishántoló malma, óriási örlőmalom és az ahhoz kapcsolódó tárolási kapacitás. Beszélhetünk arról, hogy mekkora hiány ez az elmúlt években, és óriási köszönet a Szatmári cégcsoportnak, hogy próbálja újraindítani a malomipari tevékenységet, hogy megnyitották a kukoricamalmot. Előkészítés alatt van a búza örlőmalomnak az újraindítása, újraépítése, hiszen óriási szükség van itt a területen, mert ha arról beszélünk, hogy gabonatermelés, akkor nyilván Karcag ebben élen jár. Ugye az ország 5. legnagyobb területű településéről beszélünk, amely település területének javarésze termőföld, tehát rengeteg olyan gabonaterem, amelyet jó lenne, hogyha itt helyben tudnánk őrölni, és helyben tudnánk olyan készítményeket előállítani, amelyet itt mellettem is látunk. Azt ugye tudjuk, én saját tapasztalatból is, hogy a Molnár szakmának mekkora megbecsülése volt, és mekkora megbecsülése kell, hogy legyen, hiszen nap mint nap elhangzik az a mondat, amelyet én is gondolom, hogy nagyon sok férfitársam megkap, hogy én is indultam reggel, és a feleségem utánam szólt, hogy el ne felejts kenyeret venni. Nyilván addig, amíg a magvetéstől a pékig eljut a kenyér alapanyaga, addig van egy nagyon fontos közbenső lépés, lisztet kell, és jó minőségű lisztet, jó minőségű gabona lisztet, legyen az búza, vagy kukorica, vagy egyéb más gabona liszt, elő kell állítani, és ehhez szükség van olyan szakemberekre, akik tovább viszik ezt a hagyományt, akik folyamatosan fejleszték új gépeket,
készítenek, és egyre jobb minőségű lisztet, gabonalisztet tudnak előállítani, hogy utána egyre finomabb kenyerek, pékáruk kerüljenek az asztalokra. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy éltetik ezt a szakmát, ahogy elnök asszony is mondta, hogy a legjobban működő szakterület, nem véletlen, azt gondolom, hiszen a malmi dolgozók mindig híresek voltak arról, hogy összefognak. És hát ha a személyes kötődésről kell beszélni, akkor igen, amikor indult a karcagi őrlőmalom, valamikor nagyon-nagyon régen, ott a 60-as évek közepén, ha jól emlékszem az évszámra, még én akkor éppen meg sem voltam, de akkor, hogy ahhoz, hogy akkor elinduljon ez az őrlőmalom, akkor fölkértek, ha jól emlékszem, 3-4 fő molnárt, hogy indítsa be ennek a malomnak a működését, és ezek közül az egyik az én anyai nagyapám volt, aki több mint 30 évig volt a karcagi őrlőmalom főmolnára. Gyakorlatilag a kezdetektől egészen a haláláig dolgozott gyakorlatilag ebben a malomban, és azért dolgozott, hogy ilyen nagyon finom lisztek készüljenek. Gyakorlatilag az egész gyerekkoromat ott töltöttem a malomban, tehát szinte minden részét ismerem a jelenleg még álló őrlőmalomnak, és hát bízom abban, hogy nem csak ilyen malomipari történeti emlékként fog megmaradni nagyon sok minden a karcagi malomiparból, hanem valóban kézzelfoghatóként, amit majd nyilván önök is fognak látni a délutáni programok folyamán, akár a szélmalomban, akár pedig a malomtörténeti kiállításon. Az előadások után a karcagi szélmalom, a Kövesdaráló Múzeum benne a malomtörténeti kiállítással és a kukoricamalom megtekintésével folytatódott a szakmai nap. A Dériné Kulturális Központban a Zene Világnapja alkalmából ünnepi hangversenyt tartottak. A vendégeket Plósz Csilla, a KIAMI intézményvezetője köszöntötte. A Karcagi Zeneiskola a mai nevén Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény a 75. tanévét indította. Emberi életben is 75 év, az már egy szép kornak számít, de egy intézmény életében még szebb kornak. 1947 óta van városunkban intézményes zeneoktatás. Azóta több ezer fiatal került ki a zeneiskola épületéből, sajátította el ott valamelyik hangszer tudományát, és számos fiatal került zenei pályára, ért el sikereket. A mai estén is ilyen fiatalokat láthatunk és hallhatunk, aki a Karcagi Zeneiskolából indult el. Majd a műsorban fellépett Donkó Anna Mária és Donkó Imre, mindketten a debreceni Csokonai Színház művészei. Zongorán közreműködött Gyülevészi Péter és Tóth Kinga. Egy számban duettet énekelt Donkó Imrével Szűcs Attila. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!